Ez a csütörtök Szép napot kívánok, így 9 óra után már a kedves hallgatóknak. Balogh Feri a mikrofon mögött, és táborfalva polgármester asszonyával beszélgetünk, de még mielőtt Köszönteném őt, nagy szeretettel köszöntöm a Facebookon élőben minket, figyelemmel kísérőket, és most mondom el, hogy 17 órakor lesz látható, hallható majd az ismétlés, és nyilván a YouTube csatornáján a Dabas Televíziónak hamarosan. Szóval köszöntelek nagy szeretettel, Nagy tásnék Kati, Távolfalva, a Polgármester Asszony, szia, csinos vagy, nagyon. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a Dabas Rádió hallgatóit, köszönöm. Jó reggelt, fókot. vágjunk is bele, nyilván essen szó a hétvégi országgyűlési választásokról és népszavazásról. Milyen eredménnyel, hogy zárult nálatok? Nyilván a végeredményt azt már tudjuk, bár az most új dolog, hogy a mandátumokat az erzet még egyet pluszba a Fidesz, ugye a levél szavazatok számolása eredményeként. Szóval, hogy alakult nálatok? Én ezt már hétfőn reggel is elmondtam, ugye egy Facebook üzenetben a község lakóinak a számára is mindenkinek, aki erre kíváncsi volt, hogy az országos átlagot táborfalva is hozta, az országgyűlési képviselőnk továbbra is Pogácsás Tibor maradt, gratuláltunk neki, úgyhogy én reménykedem a eddig is nagyon eredményes munkát folytatott táborfalvával, és én reménykedem benne, hogy ez továbbra is így marad nyilván, hogyha egy jó együttműködés, egy jó munkakapcsolat van, és az folytatódik, az még azt a pici döccenést is, ameddig a kezdeti kapcsolatok, az új kapcsolatok felvétele finomodik, szépül, épül, még ezt is e, ugye folytonossá teszi, és folyik egyik dolog a másik után. Nálatok egyébként mi van most éppen benne a, a, központban? Mi az, ami most a napod, a 24 órádnak nagy részét kiteszi? Tehát mi az, ami most a fókuszban van a településen? Hát nyilván nagyon várjuk a pályázataink eredményét, mind a Magyar Falu Program keretében, mind a vidékfejlesztési program keretében, tehát várjuk az eredményeket, ezekre készülünk. Van folyamatban lévő beruházásunk, egy szolgálati lakásnak a felújítása, amit ugye tavaly nyertünk a Magyar Falu program keretében, és hát zajlik nálunk a közútfelújítás, amit már nagyon vártunk. Úgy tűnik, hogy eddig zökkenőmentesen, mert nagyon türelmes a település minden lakója. És, és, egyébként meg igen, igen, van egy környezetvédelmi problémánk, amivel kapcsolatban egy lakossági fórumot ö, kezdeményeztem, ami a mai napon lesz 5 órakor, ez a községünkben működő polimerplasztik műanyag hulladékfeldolgozó üzem. Minden eddig, eddigi felvetésedre külön-külön vissza fogunk térni, most akkor egyelőre még itt az országgyűlési választások kapcsán kérdezném, hogy mindezek és ilyen hasonló problémákkal akkor nyugodtan meg lehet keresni a területre illetékes országgyűlési képviselőt, felvetéseket, javaslatokat, ötleteket, illetve a ti általatok kezdeményezett irányokhoz pályázati lehetőségeket, és ilyen egyéb kérdésekkel keresitek őt? Igen, én még akármikor megkerestem ö, Pogácsás Tibort, nekem mindig segített ö, ő is, és a kollégái is, de így volt ez az előttem regnáló polgármester ö, Ideje alatt is. Tehát ő, ő mindig jó kapcsolatban áll táborfalvával, ez nem az én személyemhez kötődik, hanem a településhez kötődik. De én, igen, nekem egy sarkalatos pont volt, amikor engem megválasztottak, hogy vajon hogy, fog, hogy fogad engem, és hogy tudok vele együttműködni, de... A megválasztásom után két héttel ő fogadott engem, beszélgettünk, én elmondtam neki az irányvonalat, elmondtam neki a céljaimat, és biztosította arról, hogy mindenben tudok hozzáfordulni segítségért, és ez azóta is így van. Tehát az elmúlt két és fél év alatt még mindig mindenben számíthattam rá. És akkor vágjunk is bele, most szépen sorban a felvetett pályázati pontokat gyakorlatilag már érintőlegesen mondtad is, akkor szépen menjünk is bele. Milyen pályázatok, amik most napirenden vannak? A folyamatban lévő pályázat, Ez Először gondolsz? arról, igen. Hát ez a szolgálati lakás felújítása. Ugye van nekünk egy két lakásos szolgálati ö, lakásunk, amiben az egyikben egy, ö, egy óvónő lakott a párjával, a másikban pedig bajmóci doktor lakott, egészen addig még nem vásárolt a településen egy ingatlant, és ö, ennek a felújítására pályáztunk. Tavaly nyertünk is a Magyar Falu program keretében, és ennek indult most a, hát tulajdonképpen a felújítása. Nyilajzáró csere szigetelés, tetőcsere, hát ami tulajdonképpen egy, egy egész családi házat magába foglal. Egy felújítás, az mind. Ezzel már végeztetek élni. egyébként? Nem, 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 most kezdtük. Na, és akkor most. A egészen pontosan ablakcserénél az ablakcserénél tartunk, igen. Na, de most itt ugye nyilván gyakorlatilag az országos hírekben is az, hogy napról napra emelkednek az építőanyagárak, ezt akkor első kézből tapasztaljátok. Mit lehet ilyenkor tenni? Hogy lehet beárazni a dolgokat? Hát nézd, nekünk van egy pályázati keretösszegünk. Tehát ez több mint valószínű, hogy átléptek átlépítek. az Lépjük. a kérdés, hogy mennyivel? Persze, hogy átlépjük a pályázati keretösszeget. A költségvetést, amikor terveztük, akkor beterveztünk egy bizonyos összeget, hogy mennyi az, amennyit önkormányzat a saját költségvetéséből ehhez hozzá tud tenni. Ugye először első körben a képviselőtestület döntése szükségeltetett hozzá, és akkor. Amikor pedig megvolt a közbeszerzési eljárás, akkor nyilván a kivitelező vállalt egy szerződésben egy összeget, amit nem léphet túl. Ő tudomásul vette, hogy mi az, amit önkormányzat még be tud vállalni, és hát meg kell neki valósítani. Ezen belül bevállalta. Ez a nehéz feladat. Na itt hát az utak mindig az utak a fókuszban, és a legnagyobb érdeklődés középpontjában útfelújítás zajlik. Éppen nálatok most. Ezekben igen, a pillanatokban igen, is. Igen, egy közútfelújítás zajlik nálunk egy 3 kilométer hosszan tartó közútfelújítás, aminek már nagyon vártunk, meg nagy szükség van rá, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezen a szakaszon jó úton fogunk járni. Na, mikor fejeződik be ez a beruházás? 120 meg? napot kapott rá a közútkezelő, az Euróaszfalt kivitelezi, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a 120 nap alatt meg fogják valósítani. Ez azt jelenti, hogy még közel 3-4 hónap. Hát igen. Igen, igen. Álló. Azért sajnos egy ilyen közútfelújítás, amikor patkát is építenek, meg ö, ugye csak fél pályán zajlik, tehát nem zárják le az egész utat, hogy azért közlekedni lehessen, és ne kelljen különböző kerülő utakat kijelölni. Ugye ez a volánbusznak is az útvonala, tehát nagyon sok mindent össze kell koordinálniuk, úgyhogy én úgy gondolom azért tart ilyen sokáig, de türelmesek vagyunk, és kivárjuk. És akkor ez magyar közút beruházás? Igen, igen, Ilyen igen. értelemben ez a ti büdzsétet, büdzséteket nem ez ez, 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 önkormányzati szét nem érint. Említést tettél már arról, hogy lakossági fórum lesz a mai napon. Gyorsan ismételjük el, hogy mikor, illetőleg a főcímekben, hogy mik a témák, és aztán ezekre a témákról természetesen beszélünk. Tehát lakossági fórum. 5 órakor várunk mindenkit nagy szeretettel erre a lakossági fórumra, a művelődési házunkba, a köztársaság tér egy és két témában hirdettük meg ezt a lakossági fórumot. Az egyik a polimerplastika, a műanyag hulladékfeldolgozónak a működésével kapcsolatos felmerült problémák ő, ügyében. A másik pedig a két a két vendége meghívott a házi orvosunk, és felteheti a lakosság nekik is a kérdéseit, amit egyébként így a Facebookon gyakorta a receptfelírással kapcsolatban, a betegellátással kapcsolatban, a körzethatárokkal kapcsolatban. Ezt így én úgy gondolom, hogy mindenképpen Személyes kapcsolatot kell biztosítani az orvosok és a lakosság között, és akkor itt mindenki felteheti a kérdéseit. Elsőként, akkor, ha jól jegyeztem meg, Polimer Plastic hulladékfeldolgozó kínai tulajdonú kínai cégről Igen. beszéljünk. Itt milyen problémák merültek fel? Illetőleg hát. mi a a fő forrása az, hogy bekerültek, bekerült ez a téma most a lakossági fórumra? Hát, ö, első körben a zajhatással kapcsolatban jött, hogy egy folyamatos ilyen morgó hang zavarta a lakosságot. Ugye az üzemnek a telephely engedélye a működésre 0-24-ben van, hát nyilván éjszakai műszakban is dolgoztak. De már olyan szinten ö, bántotta a lakosságnak a komfortérzetét ez a zajhatás, hogy ö, nyilván próbálunk. Ö, békés párbeszédet folytatni, és, és igen, és folyamatosan párbeszédet folytatunk a, az üzem tulajdonosával is, és az ügyvédi képviseletével is, és ö, akkor ők korlátozták a működésüket, önszántukból korlátozták, tehát éjszaka nem dolgoznak, és utána pedig jött egy ilyen szakhatás, aminek nem sikerült kideríteni az eredetét, és ö, tegnap volt egy telephelybejárásunk jegyzőasszonynal és a műszaki főtanácsos kollégánkkal, és ö, Hát készítettünk fényképeket, és vettünk fel a tulajdonosnak a jelenlétében jegyzőkönyvet is, és akkor reméljük, hogy a mai napon még a lakosság is megteszi személyesen is az észrevételeit a tulajdonos felé, és reméljük, hogy a szakhatóságok közreműködésével a tulajdonos és a mi közbejárásunkkal sikerül azért egy békés megoldást találni. Tehát kompromisszumot szeretnétek, kompromisszumot, valami kompromisszumos javaslatot. Tehát az önkormányzatoknak, minden önkormányzatnak minden bevétel nagyon fontos. De egyetlen bevétel sem lehet olyan fontos az önkormányzat számára, ami olyan munkából adódik, tevődik össze, ami a lakosságnak a komfortérzetét már ilyen mértékben ö, gátolja. Én úgy gondolom, hogy elértünk az utóbbi időben a településen, az ingatlanárakban is, a telekárakban is egy olyan szintet, hogy... Ö, hogy fölhoztuk magunkat az országos átlaghoz. Most már nem engedheti meg magának akárki azt, hogy nálunk házat vásároljon, vagy telket vásároljon. És ezzel meg kell óvnunk a lakosságnak az életszínvonalát is, és az életminőségét is. És amikor már egy üzemnek a működése az embereknek a komfortérzetét bántja, azt nem hagyhatjuk szó nélkül, akkor sem, ha akár mekkora bevételt eredményez ez az önkormányzatnak és így mi ennek tükrében, de természetes, hogy nem szeretnénk meggátolni abban a tulajdonost, hogy ott ezt a hulladékfeldolgozást végezze, csak próbáljuk beszorítani a komfortérzetünk közé. Az üzem egyébként mióta működik. Hát az üzemnek két éve tehát 19-ben kapott működési engedélyt, akkor voltak áramgondjai, nem volt elég áram. Mindenben segítettünk, hogy tudjon munkát végezni, mindenben partnerek voltunk, és igazából november óta kezdődtek a dolgok, ahogy jobban beindul náluk a termelés. Hát két éve működik, de nyilván igen, maga igen, az igen, üzemszerű, igen. vagy a százszázalékos kapacitást, azt hát most az érte az el, és akkor jöttek igen, is a Igen, gondok. igen, és akkor már jöttek is a gondok, mm -hmm. és nyilván minél melegebb van, és minél többet fúj a szél, annál jobban érezzük ennek a szakhatását is, és a zajhatását is. És még mielőtt a lakossági fórum másik témájáról esne szó, szóval azért itt megfeledkeztünk egy 40 milliócskás pályázatról, erről azért beszéljünk. Ö, igen, egy kormányhatározat értelmében 40 millió forintot kaptunk útfelújításra, belterületi útfelújításra, úgyhogy majd ö, még ezután fogjuk kijelölni azt a belterületi utat, amelyik ebből a 40 millióból megújul nyilván itt egy olyan útszakaszt, olyan utakat, útszakaszokat fogtok kijelölni, ami, ami a leginkább, tehát a prioritásban a legelső helyen van, és már nagyon rászorul, hogy kicsit rendbe Hát a szegyétek. legnagyobb forgalmú utat fogjuk kiválasztani. Tehát van bent a Magyar Falu Program keretében is egy útfelújításunk. Ugye a falu programban még nem látjuk, hogy melyik a nyertes pályázatunk, és melyik nem. És uh, addig várunk. Tehát tudtok, ha tudtok, persze, akkor addig persze, vártok, persze, hogy nyilván persze. ami az, mert ha ott tudunk, meg kellett nevezni is ugye az igen, utakat Igen, azért. igen, igen, ott meg kellett nevezni, oda kellett beadnunk egy költségvetést is, és akkor majd annak fényében fogjuk kijelölni, hogy melyik lesz az a belterületi út, amelyiket. Tehát így a kimaradók. Persze, persze, persze. Na és akkor beszéljünk a lakossági fórum másik témájáról. Igen, a másik témája a házi orvosi rendelőnek a működése. Ugye a házi orvosi rendelőnkbe belépett egy új orvos helyett, egyelőre helyettesítőként, Dr. Volkovski és ö, nem titokos senki előtt sem, hogy a június 1-től ő fogja vinni a kettes számú házi orvosi körzetet, ami eddig önkormányzat működtetésében volt. Nyilván doktor úr március 9-e óta munkába állt nálunk helyettesítőként, mert bajmóci doktor betegállományban van, és ö, hát mint minden orvos, ő hozza a saját munkamoráját, új, szokások. új szokásokat, és ezt azért elég nehéz elfogadni a lakosságnak, és elég nehéz egy újfajta módszert megtanulni, mind a recept receptfelírásba, mind a betegellátásba, vagy csak abba, hogy telefonon hányszor veszik fel a rendelőbe a telefont, vagy éppen azt a telefont kiveszi fel. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy most már annyi panasz beérkezett hozzánk, ami igazából nem is panasz, hanem igazából csak tájékozatlanság és a tájékoztatottság hiánya. Nyilván én csak azt teszem közzé, az orvosi rendelő működéséről, mint a Facebook oldalon, mind a hollapon, amit a két orvos az aláírásával hitelesít, hiszen az ő munkájukat én nem koordinálhatom. És euh, én úgy gondoltam, hogy most erre a lakossági fórumra, ha mindenki eljön, akinek panasza van, ott a két orvostól személyesen tájékozódhat, és akkor ez a legjobb megoldás arra, hogy végre dülőre jussunk. Pár példát itt említettél már, de nyilván azért beszéljük ki, hogy a gyakorlatban mit jelent ez. Pár olyan példát, ami, ami most így működik, és mondjuk eddig ez eltérő volt. Tehát mit vesznek egyesek zokon, amikor azt mondom, hogy zokon veszik, akkor csak annyi, hogy most más szokásokat kellene követni, amit a, az új háziorvos mondjuk bevezetett. Igen, Volkovski doktor bevezette, hiszen nála, ahol eddig dolgozott, ez nagyon jól működött, hogy a, akinek állandó gyógyszere van, az egy postaládába bedobhatja az állandó gyógyszerigényét, és hangsúlyozom, az állandó gyógyszerigényét névvel, tajszámmal és telefonszámmal ellátott papíron. És nyilván ezt mindenre kell kiürítik ezt a postaládát, és aznap felkerül a felhőbe. Ugye ez azért némi vitára adott ő, okot, hogy akkor most telefonon nem lehet már gyógyszert rendelni, de ugyanúgy lehet telefonon is gyógyszert rendelni, csak ez egy még komfortosabbá tétele ennek, meg rugalmasabbá tétele ennek a, a felírásnak. És akkor ez elég sok értetlenségre ad okot. CISZ doktornál működik egy diszpécser szolgálat, de, de nyilván most még ö, a Volkovski doktor még az előző munkahelyén is helyettesít, és akkor ö, tehát össze kell koordinálni a doktor úrnak mind a két rendelési időt. Másik rendelése elég messze van Tiszanánál. Nyilván forgalomfüggő is, hogy Elég éret. sokat elutazik, igen, nyilván igen, vannak igen, benne igen. Nagyon, sokat, nagyon sokat ingázik, de hát ez csak június 1 -ig lesz így. Utána nálunk fog élni, nálunk fog lakni, úgyhogy ez már másképp fog működni. De ő hozza majd az új szokásait, nyilván ő is igazodik a lakosságnak a bevett szokásaihoz, és ahhoz, hogy milyen igények vannak a lakosság felől, és én úgy gondolom, hogy ez azért. Megnyugtatóan fog végződni. Tehát a mai napon lakossági fórum az említett két téma, és akkor még egyszer, hogy hol és mikor. Ez a, a művelődési házban délután 5 órakor. Megyünk is tovább. Legutóbb átadásra került az orvosi szolgálati lakás, illetve sportöltöző ezzel kapcsolatban. Ezek forrásairól, pontosan milyen beruházásokról volt szó, beszéljünk. Hát a orvosi szolgálati lakásunk az egy 100%-ig támogatott beruházás volt. Egy gyönyörű, szép uh, Makovec stílusú épületet építettünk, ami azt sem titok, hogy uh, Volkovszki doktorral kötöttünk szerződést. Már a doktor úr folyamatban is van, tehát uh, van, hogy ő ott uh, a költözése folyamatban van. A másik pedig a sportöltözőnk, ami egy uh, egy több részből álló pályázat volt, ugye egy TAO, amit 2016 óta gyűjtött a Sportegyesület, nagyon szépen, szorgalmasan gyűjtögették ezt a TAO-t ők össze, áll egy önkormányzati önrészből. Úgyhogy hát egy meglehetősen nagy önkormányzati önrészt, azt lehet mondani, hogy felesbe van őrészünk és a TAO támogatás, de egy nagyon-nagyon szép épület lett, tehát azért, aki tudja, hogy milyen állaga volt már a régi épületnek, meg milyen alapokon állt, és most elmegy arra, akkor azt mondja, hogy igen, most már ez az épület is olyan, mint az önkormányzatunk többi intézménye. Hát és nagy szeretettel és nagy örömmel vették a gyerekek is, és a felnőttek is birtokba. Na, őszintén gratulálok ehhez, és akkor hát szolgáljon a közösségnek természetesen. Menjünk tovább, és záró kérdéshez érkezünk. Események, programok, mi mindennel várjátok? Ugye most itt a Covid árnyékából talán kifele kacsintunk, bár most azért Sánkháj felől megint borús hírek érkeznek, de, de próbáljuk egyrészt úgy beszélni róla, hogy ez mind-mind meg lesz, és optimistán is nyilván ti is tervezitek, de mi minden vár táborfalvai lakókra? Hát a művelődés szervezőnk most egy uh, hús, újabb húsvéti szokást vezetett, uh, próbál bevezetni. Egy tojássétányt szeretne. Tojássétány? Tojássétányt szeretne összehozni katónak. Ez már tavaly is egy nagy vágya volt, csak ugye a vírus akkor közbeszólt. És egy tojássétányt szeretne községi összefogással létrehozni a művelődési ház előtt. A gyerekeknek szeretnénk a jövő héten egy ilyen húsvét váró tojásfestő programot, és ugye hát teljes gőzzel készülünk a falunapra ami ugye pünkösdkor lesz. Na hát, ad, ad, arról már lehet elárulni titkokat? Fő, fő fellépő, sztárvendég, mi minden lesz ott? Én, igen, lesz több sztárvendégünk is, hiszen voltak már, a, készültünk 21-ben is, és meg, újra megkerestük azokat a fellépőket, úgyhogy igen, van több szerződésünk is, és én nem szeretnék elárulni róla semmit, legyen meglepetés. És akkor ez pünkös vasárnapján lesz? Szombatom. szombaton. 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 Na hát a kedves hallgatók akkor, akinek felkeltettük az érdeklődését, Pünkösd szombaton irány táborfalva. Nagyon szépen köszönöm, hogy elérkeztél, eljöttél hozzánk, Kati. További szép napot neked. Aki esetleg időközben kapcsolódott be a beszélgetéshez, ne feledje, hogy 17 órakor megismételjük ezt a beszélgetést, de a Dabas Televízió YouTube csatornája hamarosan fett lesz. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt Köszönöm, mondtál. hogy itt lehettem. Mindenkinek szép napot kívánok.